2010-ben 5 évesek lettünk. Ünnepeltünk, ám bár most csak páran vagyunk. Megtalálni a lehetőségeket, hogy munkahelyeket tudjunk nekik adni, és értelmes célokat. Mert enélkül egyébként nem megy, de ugye ők, amikor kezdték a hazatérők, akkor ez a pályázatírás, meg a projekt megvalósítás, meg a projekt végrehajtás volt az a kör, ami köré úgy nagyszerűen lehetett szerveződni, hiszen önkormányzatok, civil szervezetek kapva kaptak ezeken a fiatalokon. Tehát azáltal, hogy megadtuk nekik a lehetőséget, ők pedig ezt átérezve és itt is akartak maradni, megkapaszkodtak. Tehát ez közös erővel volt. 5 évvel ezelőtt volt az az ominózus program, a Celadin Zalai Alapítvány programja, amelynek a keretében, a hazatérés program keretében beválogattak minket. Mi voltunk a szerencsés 16-ok egyike, akik a motivációs levelők után részt vehettünk a képzésen. Vannak tapasztalt segítőink, mint Gulypreknél Molnár Erzsébet, aki anyánk helyett anyánk, szakmai vezetőnk, tanácsadónk, mentorunk. Az indokoltságát az adja, hogy itt ebben a térségben nagyon kevés fiatal marad meg, nagyon elregisedik a népesség, és gyakorlatilag a vidékfejlesztési programunk révén rájöttünk, hogy nincsen kivel dolgozni. Tehát már az én korosztályom az már szépen itt kikopik, vagy ki kell, hogy kopjon, de közben nincsen meg a megfelelő utánpótlás, akik tovább viszik ezeket a dolgokat. Ahogy tesszük a dolgunkat, rájöttünk arra, hogy azt a szemléletet, amit az idősebbektől kaptunk, önállóan a magunk javára tudjuk fordítani. Amit nagyon fontosnak tartok az, hogy mi nagyon sokat tudunk tenni saját magunk is a térségünkért, a fiatalokért, illetve azért, hogy jól érezzük magunkat itt, ahol élünk. Akik kezdettől az egyesület tagjai, valamennyien így gondolkodnak. Ez egy jó társaság, tehát egymással kiegészítjük, és megpróbálunk egy picit változtatni a kis térségünkön, terünkön, hogy kicsit jobb legyen. Nem csak nekünk, hanem a kicsit fiatalabb korosztálynak is. Úgy összekovácsolódtunk, és ez volt benne a legjobb. Meg hát persze, hogy utána az ember munkát talált, mert hát ugye a környéken nem igazán bővelkedünk munkalehetőségekben, és egy kicsit ilyen burok jellege lett az egésznek. Tehát biztonságban éreztük magunkat, szépen tanultunk, fejlődtünk, és barátok lettünk végül is. Hát szerintem ez bizonyítja, hogy még mindig itt vagyunk ennyi év után is. A valódi munka elindítására a megjelent pályázatok adtak lehetőséget. Az első ilyen nagy programunk a TÁMOP 5.2.5 konstrukcióból megvalósított TIP program. Ennek a programnak az volt a lényege, hogy megnyílt az első és egyetlen ifjúsági információs pont, melyhez különböző programok kapcsolódtak. Ez ugye a TIP iroda. Ez sok diáknak különféle úton-módon tudott segíteni, például a tanulásba, szórakozásba és egyéb programokat adott. Itt új barátokra lelhettek. Én is például voltam már nagyon sokszor ebben az irodában, ahol internetezni lehet, meg különféle programokba mennek el a vidám délutánok a diákoknak. Suli után lazulásképpen bemehetnek, ahol haverokkal lóghatnak, játszhatnak, és végül is ez egy nagyon jó dolog szerintem meg a fiatalok körében is. Párbeszéd kör az tulajdonféleképpen olyan program, amiben kibeszélhetjük az ilyenféle különféle gondokat. Sikerült olyan szakértőket bevonni a programokba, párbeszédkörökbe, jövő tervező műhelyekbe, akik szót értettek a fiatalokkal és a felnőtt segítőkkel. Megfelelő érzékenységgel aktivizálták és segítették őket lépésről lépésre. Kialakítottuk a fiatalokkal foglalkozók kistérségi hálózatot és a térség településein élő fiatalok hálózatát. Egymástól függetlenül párhuzamosan folyt a munka, és mégis kiderült, hogy ugyanoda szeretnének eljutni. Sikerült szabadidős programokat megvalósítanunk. Az egyik ilyen programelem az ifjúsági fesztivál volt az Alaszentgyörgyi Kultúrtivornya keretében, ahol a hazatérés olimpiát szerveztük, és zenekarokat tudtunk meghívni. Térségi vándortábor tudtunk szervezni. Rájöttünk, hogy kell ez a srácoknak, és most ezt így ennek a szervezéséhez nekiláttunk. Az a helyzet, hogy sajnos csak a saját településükre
fókuszálnak ezek a srácok, és azokat az értékeket így nem is ismerik, amik egyébként itt körülvesznek bennünket. Muti meg ifjúsági napot rendeztünk, ahol délelőtt szakmáztunk, a délután pedig a térségi fiatalok produkciói és a játék jellemezte. Más rétegeit mozgatja a személyiségnek, mint hogyha olvasok, vagy egy számítógépes játékon játszok. A műhely munkák során egyre több használható projektötlet született, amelyre folyamatosan pályáztunk. Ebből segítjük a tehetségeket adatbázissal, mentorokkal, tehetségmentor találkozóval. Bakancs listát készítettünk, ez mégis ugye arról szól, hogy azokat a dolgokat szedjük egy listára össze, amit szeretnénk megvalósítani, miatt meghalunk. Hát és ugye mindenki a saját kategóriáján belül dolgozott és elkészítette a saját kis bakancs listáját. Én úgy gondolom, hogy egy igazi tisztességes beszélgetés, ahol őszinte jó szavak hangoznak el, az bizony elég gyakran segítheti a saját személyiségének az alakulását, illetve a saját hitét abban, hogy ő jó valamiben. Kicsit az ütemtartásra figyeljetek. Kicsit szétestetek ütemben. Jól éreztem magam, tetszett az egész program. Az országban a három nyertes közül az egyik kistérségi modellprogramot mi valósíthatjuk meg, melyből kiemelnénk a jövőtervező műhelyt és a kortárs segítő programot. Még be kellett jelölni a számunkra fontos helyeket. Uh-huh. Ez egy azért érdekes dolog, mert ők így látja a helyieknek egy kikapcsolódási hely, ahol egyszerre az öregek is tudnak foglalkozni, és akkor a mellettük lévő teremben mondjuk az óvodásokkal foglalkoznak, vagy a fiatalokkal, és világosítják az embereket, mondjuk, hogy az elemeket hova dobják el, a újrahasznosításról, a szelektív hulladékgyűjtés. Minden, amit elmondtál, az mind bent van a kormányzatnak a megvalósulási tervében. Ez az egész tulajdonképpen akkor fonódik, hogy mivel hogy kortárs segítés, ezért a fiatalok körében úgymond kiképezni ember, és hát fiatalokat, hogy a saját kortársaink, a saját iskolánkban, vagy a ismeretségi körünkben tudjunk a kortársainknak segíteni, például tanácsokat adni, akkor tehát így a megelőzésre is kitértek, illetve mindenféle fontosabb témát érintettek, ami egy fiatal mostanság érinthet. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy tapasztalatokat szerezzünk, és megnézzük, hogy máshol hogyan dolgoznak. És van persze még, amit pályázat nélkül is meg tudunk valósítani, mint a Baba Mama Klub. És még sok ötletünk van. Mottónk, tegyünk közösen azért, hogy a jövő, lehetőség és az otthon itthon legyen.